Hello, sziasztok! 2021. november 19. Ne, milyen nap ez, ugye? Black Friday. Nem, nőnap. Ja, nem, férfinap. Na mindegy, nem ezt akarom mondani, hanem hogy állítólag olyan hír dobott nekem föl. Pont kell mennem Pestre, kell tankolnom, és ugye amióta itt fölemelték a gázolajat, hát itt a csóróságjelző már világít. Ha mondom, akkor elmegyek tankolni. És akkor így véletlenül megpillantottam, hogy a prémium gázolajat is 479,90-re lerakták. No, hát mondom, én ezt nem hiszem el, nem járkálunk 10 forintért ide-oda megnézni, felhívom a kutat. Felhívtam a kutat, kérdezem tőlük, hogy igaz, hogy a prémium gázolaj is 480. És válasz, hoppá, és csönd van. Hát várok egy kicsit, visszajön a csaj hangja, hogy valami folyamatos, bonyolult dolgot mondott, mindegy. De nem ez a kérdés, hanem hogy mennyire adjátok most a prémium gázolajat, nem annyira bonyolult, hát azt nem mondhatja meg. Nem mondhatja meg. Úgyhogy én most helyettetek, elmegyek, úgyis kell mennem Pestre, úgyis megetetem vele, meg még megyünk tovább is, megtankoljuk. Így is, úgyis megtankoljuk, de ha tényleg annyi a prémium, hát akkor jó, ha tudjátok, hogy hol, ugye? Megmutatom. Megvan ez a hely, itt Kaposváron. Na, errefelé itt van a Shell-kutunk. Mindjárt megnézzük, hogy tényleg 480 a prémium. Mondjuk el tudom képzelni, hogy annyi a prémium üzemanyag, mert lehet, hogy ez már a vegyes, szóval nem az igazi téli, és nem tudják eladni, mert 70 forint a drágább, és senki nem veszi. És ugye elő van írva, hogy le kell cserélni az üzemanyagot, és akkor elképzelni, el tudom, hogy ezt is inkább eladják 480-ért, mint vissza a finomítóba. Na, lássuk itt a Shell-kut. Ez elméletileg 480, mindjárt meglátjuk. Bármilyen hihetetlen, a V-Power dízelt 480-ért tankolom. Úgyhogy igaz a hír. És csávók, ez tényleg igaz, úgyhogy nullázzunk egy kilométer órát. Ha netán elveszne, akkor megint itt van tele ez a 219-114-nél. És igaz a hír, szóval a Shell-nél Kaposváron a V-Power dízel, ott látod, 480 forint. Úgyhogy úgymond most érdemes tankolni, megkérdeztem, náluk nincsen állítólag téli, átmeneti, meg ez a november 15 téli, meg átmeneti előtte, szóval hogyan is van, november 1-től van átmeneti 15-ig, nem tudom pontosan, de az ÖMV-nél így van, a normál gázolajnál is azt hiszem van, de állítólag itt a csaj azt mondja, hogy itt a V-Power diesel az egyféle, hát ezt azért furcsállanám, na mindegy, hogy szerintem van téli, meg nyári, az Hodziher, és az is Hodziher, hogy ez a bent ragadt késznet, szóval valószínű nyári, de nekem teljesen mindegy, mert most van vagy 10-10 nem tudom hány fok, és mindjárt irány Budapest, úgyhogy itt ezt ki is égetjük ezen a 400 kilométeren, meg még szerintem ott is botozunk egy 150-et, szóval kicsit elautózzuk a fétankot, és még megyünk tovább. Ti megiratkozzatok fel, sziasztok!